Sziasztok! Az elmúlt két hétben azért nem raktam föl videót, mert nyomoztam folyamatosan. Történt ugyanis, hogy néztem a Dezső Bencének meg a Dancsónak videóit, és azt láttam, hogy mindannyian a TikTokkal foglalkoznak, és ugyanaz az ember tűnik föl mind a kettőjüknek a videóiban. Hoppá, légy gyerekek, most bajba vagytok, aki bunkózott velem. Ja, ez az egyik kedvencem. Apuval készítettünk egy ilyen szalmazsákot. Soszt kellett? Ebben mélyetünk azt a gyakorlatilag. Hogy befeszül, figyeld? Ebben mélyetünk azt a szkövet. Nagyon jó készségfejlesztő alkalmazás, ahol mindenki kiteljesítheti kreativitását. Egyenesen le fog téged szoptatni, tudod mi az, hogy szopol? Mint egy kismalat? Meg is teszem, Moni, vannak róla papírok, meg is teszem. Jó teszi. Meg lesz a fejed is, Moni. Megteszem, mert ez egy vadállat. Vadállat! Nekünk azt mondtad, hogy te tettél már fejed. És arra gondoltam, hogy utána járok, hogy ki is ez az ember, ki is ez a kis kili. Pénz, ékszer, nem számít, ez volt a jelszavam. Fel is törtem a malacperselyt, és el is indultam, nekivágtam a nagy világnak. Megtalállak még, tudom, hogy ennyi még nem elég. Megtalállak még, valahol. Körbe is jártam végül az országot, és a két hetes nyomozó munkának az lett az eredménye, hogy megvan a menedzserének a telefonszáma. Úgyhogy most föl is hívom, és kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e ide hoznom kis Kirit. Jó napot kívánok, vagy kezit csókolom. Híres ember vagyok, és Kiskilivel szeretnék beszélni. Hát ezt nem adhatom. És milyen opció van, vagy hogyan működik az, hogy én esetleg őt szeretném meginterjúvolni? Hát kizárólag készpénz dollárba. Kérdésenként 100 dollárt fogadunk el. Sztárunk fogadását biztosítsák 3 szóval minőségi kesudióval. 6.5 hours later. Beütött martinit, közepes méretű csillag alakú jégkockával. Ja, és a legfontosabb, hogy zűnjön mindenkinél magasabbnak, mint Tom Cruise. Köszönöm szépen. Akkor szerintem hamarosan egyeztetünk. Köszönöm. Rendben. Köszönöm, vissza. Hát akkor szerezzünk pénzt. 2000 years later. Végül sikerült összehozni az interjút Kis Kilivel! Kis, értedek? Kis. Na, akkor első kérdésem. Milyen érzés ilyen magasnak lenni? Felemelő. Ez egy nagyon drága kérdés volt, nagyon egyszerű válaszért. Papír. Mert hát én készültem, ugye? Ja, tessék. Második kérdés. Hogyan viseled a hírnevet? Elég jól. 6 éves korom óta külön trénerem van, akihez heti 4x6 órába járok, és itt az eredmény. Jó. Következő kérdés. Kevés. Ennyi elég. 400. Hát, talán. Következő kérdés. Szoktál-e, vagy nem? Újrakezdem. Autogramkártya. Igen, köszönöm szépen. Következő kérdés. Van-e autogramkártyád? Hát, pénzért adok autogramot. Nekem adná? Kevés. Megfogad? Kevés. Hát, ezt még énekel is. Itt csak felet tudok adni. Az is jó lesz. Akkor lesz egy fél kiskili autogrammom, vagy kis, vagy kili. Kis. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Szívesen. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Iratkozz fel a csatornámra, oszd meg a videót és lájkold!